idén Rióba, beleszaladt egy Elaine Thompsonba. És azért látunk már arra példát, hogy valaki nem tud évről évre javítani az egyéni csúcsán. Kis túlzással egyéni csúcsot kellett volna futni a riói fináléban Skippersnek. Ez előfordul, hogy az ember az találkozik olyan ellenfel, aki adott napon jobb nála. Ezért szeretjük a sportot, az atlétikát is többek között. Betya idén ritkán szaladt bele olyan napokban, amikor jobbak voltak nála. Amikor számított, akkor ő volt a legjobb ebben a szezonban. Tom, szép munka volt. Radzivill. Az 93-on? Mindjárt okosabbak leszünk. Ott bizony. 193-gyára, 93-on másodjára jut túl. Még mindig kapkodom a levegőt ezek után, a Laura Muir futás után, mert... Még egy világcsúcsod is volt ma. Értek én, hogyan osztuk el a versenyszámokat. Már vártam, amikor jön az a rész, hogy igazából azért futottak olyan jól, mert hogy te kitaláltad, hogy kinek kellene közvetítenie. Nem mindig rántuk már ezt a nehéz feladatot. A Sharon Robbery pedig idén először legyőzte Jenny Simpsont, hiszen Robbery jött be negyediknek, 3.58-al. Heten futottak 4 percen belül. De jó futás volt ez, azt a mindenit. Hoppá! 193 centi McPherson-tól. Neki 196 az egyéni csúcsa, itt most harmadjára jut át a 93-on. Sítje. Neki nincs meg a 93. Nem volt benne élet, lehetett látni az a darabosság, az a fáradtság. Hiányzott belőle a robbanékonyság. Nem hitte el magáról, hogy át tudja ugrani. Az elvi ezüstérmestől búcsúzunk. Ez 96 centin, Laverne Spencer. Ez megvan. És 198 az egyéni csúcsa, az idei legjobbja viszont, 195 centi volt eddig Laverne Spencernek. Új gyakorlat. És az, hogy ő picit ilyen ránézés, hogy játéknak veszi innentől az atlétikát, vagy az elmúlt 2-3 esztendőben, olyan érzésed volt, hogy tényleg azért csinálja, mert így szereti csinálni. Szereti, igen. És mindenféle görcsösség kikerült az ő teljesítményéből szerintem. McPherson számára 193 centi jelentette a végállomást. Alessio Trost. És az ő búcsúját is láthatjuk. Ketten maradtak Spencer és Pöjtje.
Ha csak Radzivill nem jut át a 96-om. Pedig... Meg volt esélye. Igen, nem volt az rossz ugrás. Az üzbég is 193 centivel fejezi be párizsi tündöklését. Petje és Spencer maradtak tehát női magas ugrásban. Petjának 98-a van idén, Spencernek pedig az a 96 az már idei legjobbja. De mire van kihagyta a 93-at, azért volt megtévesztő az, hogy... Nagyon közel volt, annyira alá került, hogy onnan esélye nem volt. Viszont 190 már fejezett. Igen. Rosszul lépett az utolsó lépés, az elég rosszul nézett ki. Szerencsén nem fordult alá a bokája, alá Tamberi. Volt olyan is. 198 centire Laverne Spencer. Bondarenkos volt. Ő szokott így átrangyulni a lécen. Törzúz. Hát és a 98 is megvan Bejtjának. Kettő az egyéni csúcsa, és most is meg kell nézni. Abban zseniális, nem csak abban, hogy ugrik egy 98-at, hanem hogy ő a legalapvetőbb szabályokat betartva mindig annyit ugrik, amennyit kell. Tehát nála nem látsz olyan ugrást, ahol ott abban nagyon sok maradt. Hanem szépen megnézi, hogy most ennyi, most annyi, és kifejezetten jól vissza a magashoz. Ugyanaz még egyszer. Megmerte húzni újra Spencer, nem nagyon akarja ő már elhinni szerintem, hogy itt a 98 meg lehet. Hát ha nem csinál meg a mozgást, akkor ennél a magasságnál már rendkívül nehéz azért átjutni a hölgyeknek. És valószínűleg pont azt mondta, hogy köszönjük szépen itt vége ennek. Márpedig azért is, mert hogy Bejtje átment arra a 2-0-2-re, de neki az csúcsbeállítás? Egyéni csúcsbeállítás, igen, 2007-ben ugrott. Miért pont beállítani akarja azt? Miért megjavítani? Hát az nem jó. Spencer azt mondta, hogy akkor köszönjük szépen, nem láttuk az első. A világ idei legjobbját akarja megmondani. Azért megy 2-0-2-re. Ez ugyanaz volt. Elugrott és nem hitt el, hogy megvan. Vagy meg lehet. Na, megvan-e? Itt is a világ idei legjobbja. Ne fűzzünk hozzá nagy reményeket. Nem. Attól független újabb versenyt nyer az olimpiai és Európa-bajnok Bejtje. 198 centi hibátlan, 2-0-2 rontott 3-at.
most ott a betyény nem lesz meg, úgyhogy kézzel már kisöpörte maga alól a lécet. És azt gyanítom, hogy Lavillani sem jutott át a 6 méteren. A végeredmény Bétia, Spencer, Trost, Razzil és McPherson az elsőtől az ötödik helyig. Az a versenyszám talán még nem dőlt el. 41 és 25, hát elindul Bétia, akkor vélhetőleg látva a formáját, ővé lesz majd a gyémánt pontverseny. Spencer ott van tőle 16 pontra.